eljöttünk a Papp László sportarénába, a sikernapra, ahol nagyon sikeres emberek lépnek fel, valamint Arnold Schwarzenegger is fel fog lépni, hát ugye ő is elég sikeres volt, legalábbis a szteroidozás terén. Ti hogyan élitek meg ilyen fiatalon a sikert, vagy mi számít nektek sikernek? Ugye az X-Faktor színpadán ott voltatok, te szerepeltél a legnézettebb sorozatban, de most már X-Faktor sincs és sorozat sincs, akkor most mi a siker? Én legalábbis számomra már az is sikernek tekinthető, hogyha az ember olyan dolgot csinálhat, amit szeret. Én 6,5 évig egy olyan sorozatban játszhattam, amit nagyon szerettem, és szerettem is a munkámat. Az X-Faktor is egy ilyen élmény volt a számomra, úgyhogy én ezt abszolút sikernek tekintem. És neked, hiszen te rád 2-szer világítottak a reflektorfények. Nekem igazából a siker az, hogy tényleg gyerekkorom óta zenélek, és most már itt lehetek a nagyok között. Ez nekem egy siker. És például te kudarcként élted meg azt, hogy a második adás után lekapcsolták a villanyt, illetve te, hogy ott hagytad azért, hogy a By the Way, vagy bocsánat, nem úgy mondom, tehát, hogy ott hagytad az X-Faktor? Nekem az egy teljesen tudatos döntés volt, és én azt hiszem, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy gyakorlatban is megélhettem annak a nagyszerűségét, hogy átadtam a lehetőséget egy másik csapatnak, úgyhogy én ma sem csinálnám ezt másképp. Mielőtt válaszolnál, azért azt tudod, hogy sokan nem hitték el. Tudom, a mai napig is vannak ilyenek, viszont vannak nagyon sokan, akik elhitték és akik támogatnak is ebben, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindig ilyen, 50-50. De mondjuk engem sem győztél meg, Marci, te. Mármint a második részre vagy kíváncsi? Hát. Kettőnk közt vagyunk, mondhatod, hogy nyugodt. Nyilván senki más nem fogja megtudni. Engem egyáltalán nem zavar ez. Nem is zavart egyáltalán, meg nem egy negatívként fogtam fel. Nyilván rossz érzés volt, hogy egy előző évben élőadásos voltam, utána meg off, de egyáltalán nem áll meg az élet, azt gondolom. Nem. Igen, viszont az a tapasztalat, hogy azért az X-Faktorral elég magas lóra ülnek fel a versenyzők, vagy ültök fel, nehéz arról leszállni, vagy csak egyszer lezuhansz? Egyáltalán nem ültem fel a lóra, hál' Istennek, úgyhogy ilyen nem volt velem. Nem zuhanok. Na hát kicsit rátérve a mai napra, van egy tervetek, igaz? Jól tudom, Schwarzeneggerrel kapcsolatban, és nem csak egy közös fotó. Hát, hogy ez mennyire tekintető tervnek, azt nem tudom. Révi Sándorral mi már nagyon régóta együtt dolgozunk, és hárman írtunk egy nótát az Arnoldnak, ez a Come With Me If You Want To Live, és ezt a dalt elő fogja adni Sunny a színpadon, mi pedig, mint dalszerzők vagyunk jelen, és támogatjuk a Sunnyt ebbe. És akkor terveitek szerint akár Schwarzenegger is beszáll a mély hangjával, hogy valamit elbúgjon? Hát annak szerintem nagyon örülnék. Így van, az lenne a legjobb az egész történetben, hogyha valami ilyesmi dolgot sikerülne, de hogyha csak annyi, hogy a Sunny eljátszhatja ezt a dalt a színpadon. Mert az is nagyon sokat jelent. Így van. Cserélnétek a fiával, aki Miley-val jár? Neked bejön a Miley? Miley? Nekem annyira nem egyébként. Nekem sem. Nekem olyan érdekes figura. Nem, akkor a Hálán Montana volt, akkor egy picit jobban tetszett.